Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Hát nem lesz könnyű témánk ma. Napra pontosan, szinte napra pontosan, 10 hónapja február 24-én tört ki a háború Oroszország és Ukrajna között. Azóta egyébként Zelenszkij ukrán elnök először hagyta el Ukrajnát, Amerikába látogatott. Ott egyébként Biden elnöktől ígéretet is kapott további támogatásra, fegyvertámogatásra is. Úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, és arról is természetesen, hogy hogyan alakulnak emiatt is a gázárak, elektromos áram és az áram, milyen árakra, milyen lehet számítani a fogyasztók esetében, és Szijjártó Péter bejelentéseiről is lesz, úgyhogy sok-sok minden lesz a mai témában. Mutatom már is a mai vendégeinket. Itt van Vadai Ágnes, a DK alelnöke, honvédelmi árnyékminiszter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött. Miklós László, az MVM felügyelő bizottságának egykori elnöke. Köszöntöm, örülök, hogy eljött hozzánk. És Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese. Köszönöm szépen neked is, hogy itt vagy. És akkor kezdjük is ezzel az eseménnyel, mármint azzal, hogy Zelenszkij elnök ellátogatott Amerikába, és találkozott Biden elnökkel, és hát tényleg fontos bejelentések születtek. Szigorú biztonsági intézkedésekkel készültek Washingtonban Volodymyr Zelenszkij látogatására. Ez volt az ukrán elnök első külföldi útja, mióta Oroszország lerohanta Ukrajnát. Joe Biden amerikai elnök a Fehérházban fogadta kollégáját, majd sajtótájékoztatót tartottak. Újabb 1,85 milliárd dolláros katonai segélycsomagot küldünk Ukrajnának, beleértve olyan felszereléseket és lőszereket, amelyre a következő hónapokban szüksége lesz a tüzérségi és páncélos egységeknek, illetve rakétavetőknek, mondta Biden. Volodymyr Zelenszkij pedig arról beszélt, jó hírekkel térhet haza, és nem hajlandó engedni országa szuverenitásából, területi integritásából és szabadságából. A csomagban a Patriot rakéták a legfontosabbak, amelyek jelentősen erősítik légvédelmünket. Csak ezekkel előzhetjük meg, hogy Oroszország terrortámadásokkal sújtsa közműhálózatunkat és infrastruktúránkat, mondta Zelenszkij. Míg Kijevben sikeresnek ítélték a látogatást, addig Oroszország washingtoni nagykövete élesen bírálta a találkozót. Szerinte bebizonyosodott, hogy a Fehérház valódi célja az Oroszországgal szembeni proxy háború, majd hozzátette, ezek után nagy a kockázata a két nagy hatalom közötti közvetlen összecsapásnak. Na kezdjük akkor a látogatással. Ugye mindenki kiemelte azt, hogy ez volt az első alkalom, hogy elhagyta a háború kezdete óta az ukrán elnök Ukrajnát, és pont Amerikába látogatott. Ugye hallottuk, hogy milyen bejelentések születtek. És kezdjük már a reakciókkal, az orosz reakcióval, amit hát egy elég erős mondat hangzott el ugye az Oroszország washingtoni nagykövetétől a találkozó után, hogy nagy a kockázata a két nagyhatalom közötti közvetlen összecsapásnak. Beszéltünk már ebben az adásban is többször arról, hogy el szoktak hangozni súlyos és erős mondatok. Ez mennyire lehet bármilyen szinten realitás egyáltalán annak, hogy nőtt a kockázata annak, hogy a két nagyhatalom közötti szembenállás erősödött? Ennek, akár ennek a látogatásnak a következtében. Én azt gondolom, hogy ez üres blöff. Üres hát, blöff? Igen, hát a nagykövet úrnak valamit mondania kellett, hát nincsenek amerikai katonák ukrán területen, nincs annak esélye, különösebb esélye, hogy a két ország katonái egyáltalán távcsővel lássák egymást. Tehát ez egy irreális felvetés. Az oroszok nagyon szeretnék, hogyha őróluk az a kép alakulna ki, hogy ők Amerikával háborúznak, mert akkor nem akkor a gáz, hogy elvesztették ugye a Luhanszki terület északi részét, akkor nem akkor a probléma, hogy Herszomból ki kellett vonulni, hiszen a világ legnagyobb hatalmával háborúznak. De ez nem így van. Ők Ukrajnával háborúznak, és speciál egy csomó ország egyetért abban, hogy Ukrajnának segíteni kell ebben a háborúban. Amit bejelentettek, azt lehetett tudni előre, az nem annyira izgalmas egyébként. Sokkal érdekesebb lenne tudni, hogy mit nem jelentettek be, és milyen tervekről volt szó, mert ez a jövőt ez jobban meghatározza. Csak mellesleg mondom, hogy ez az 1,85 milliárd dollár, ez tekintélyes összeg. Az amerikai törvényhozás jövőre 45 milliárdot hagyott jóvá ma, amit Biden hamarosan alá fog írni. Tehát óriási összegekről van szó.
csak összehasonlítás kedvéért az orosz katonai költségvetés az kb. 75 milliárd dollárnak felel meg. Persze nagyon nehéz összevetni, mert nem ugyanazt számolják bele. De a dolog lényege az, hogy Ukrajna csak Amerikától, csak ebben a törvényben, ebben a költségvetési törvényben a háromnegyedét megkapja az egész orosz katonai költségvetésnek. Itt óriási erők mozdulnak meg Ukrajna védelmében. Igen, és ráadásul ugye arról beszélgetünk, hogy mit hozhat a jövő, hogy vajon mit nem jelentettek be, és ugye mi csak nyilván a bejelentésekről tudunk beszélgetni, de hát Oroszország meg ugye azt is bejelentette utána, hogy tovább növeli a katonai potenciáját. Itt ugye viszont Ukrajna kapott katonai segítséget, segélycsomagot, ahogy így nevezték. Tehát minden esetre az látszik, hogy a fegyverkezés az folytatódik. Legalábbis a két ország részéről. Ez ilyen mondatok Oroszország részéről egyfelől nagyon veszélyesek, én azt gondolom, hiszen szó sincs erről, mert azt mi megpróbálják elfelejtetni sokakkal, sajnos Magyarországon is, néhányakkal sikerült is, hogy itt Oroszország az agresszor, Oroszország, mint a biztonsági tanács tagja, megtámadott egy szuverén országot, és az teljesen természetes, hogy ez a szuverén ország, egyébként ezt lehetővé teszi számára az ENSZ alapokmánya, védekezik-e tekintetbe, és ehhez segítséget kér. Az, hogy az Amerikai Egyesült Államokba látogatott, szerintem nyilvánvaló, azon túlmenően, hogy ezeket a bejelentéseket ott helyben hivatalossá is tették, és nyilván fontos volt, hogy az ukrán elnök ott volt. Ez fontos abból a szempontból is, és talán ezért is hagyhatta el az ukrán elnök most először 10 hónap után valóban Ukrajnát, de csak nagyon rövid időre, pont a 10 hónap miatt. 10 hónapja folyik ez a háború, az emberek látják minden nap, de tudjuk, hogy egy ilyen helyzetben azért van egy fáradtság, a háborús fáradtság, ami ellen küzdeni kell. Egyébként a NATO parlamenti közgyűlés washingtoni transatlanti fórumán is erről beszéltek képviselők, éppen a lengyel alelnök mondta el ott nekünk, hogy ez a legfontosabb, hogy a következő időszakban világossá tegyük mindenki számára, hogy Ukrajna nem pusztán saját magáért küzd, hiszen ahogy elmondta az elnök is, a szabadságért, a szuverenitás, az ország a szabadságáért és szuverenitásáért küzd, és éppen ezért nem csak az Amerikai Egyesült Államok fog ebben segítséget nyújtani, hanem nyilván Európa is. Ezt célozza az a szankciós csomag, amelyet a magyar kormány is támogatott, hiába próbálja Orbán Viktor letagadni, megszavazták ezt a szankciós csomagot. Nyilvánvalóan soha nem szabad elfejteni, hogy ez nem egy orosz-ukrán háború. Ez egy orosz agresszió Ukrajna ellen. És minden esetben erről kell beszélni. Az agresszor pedig megpróbál minden eszközzel mindenkit belevonni valamilyen formába ebbe a háborúba, de ő áll szembe Ukrajnával szembe, ő az, amelyik megtámadta Ukrajnát, és ezt most már semmi nem változtathatja meg, az ilyen mondatok sem. Egyébként, ha már Orbán Viktort emlegett, akkor folytassuk is vele, mert hogy ugye a héten tartott egy nemzetközi sajtótájékoztatót is, és ahol mármint arról is szó volt, hogy hogyan áll a magyar kormány a háborúhoz. Úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy sikerült kimaradnunk 2022-ben a háborúból, és ezt nagy érdemként mondta. Nézzük, mit mondott. A rendszerváltás óta valószínűleg, emlékeim szerint bizonyosan, ez volt Magyarország legnehezebb éve. Az ország mégis rendkívüli teljesítményt nyújtott, jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök állítása szerint a sikerben közrejátszott az is, hogy kimaradtunk a háborúból, álltuk a sarat a migrációval szemben, és a kormány tudta finanszírozni a megemelkedett energiaárakat. 23-ban is a legfontosabb dolog az lesz Magyarország számára, hogy kimaradjunk a háborúból. A másik fontos dolog az lesz, hogy kimaradjunk az európai recesszióból. Orbán Viktort kérdezték arról is, hogy ha itthon ellenzi a szankciókat, akkor miért szavazta meg őket a magyar kormány Brüsszelben. Ennek kapcsán a miniszterelnök azt mondta, nem szavazták meg a szankciókat, csak nem vétózták meg őket. A szankció nem jó, tehát mi ezeket ezért nem is szavazzuk meg a szónak abban az értelmében, hogy mindig ellene beszélünk. De a végén az unió dönt róla, és mi nem vétózzuk meg. Ezért, ha ön korrekt akar velem lenni, akkor talán jobb, ha azt mondja, hogy mi nem vétóztunk meg minden szankciót, de én egyet se támogattam. A kormányfő hozzátette, ha Magyarországon múlna, nem lenne szankciós politika. Hát szankciókról, energiárakról mindenképpen beszélünk, de ez egy érdekes kérdés volt, és ugye egyáltalán ez, ahogy kijött ebből a kérdésből Orbán Viktor, hogy nem ellene szavaztak, csak ugye nem vétózták meg. Ezt mennyire lehet akár az energia esetében értelmezni ezt a kijelentést? Azért én kicsit másképp kezdeném. Orbán Viktor rosszul emlékszik. 90 után sokkal súlyosabb helyzetben volt Magyarország. A GDP 10%-kal esett vissza.
nem összemérhető a két időszak. Mint ahogy a szankciók tekintetében is lényeges különbség van a között, ahogy ő gondolkodik, meg ahogy itt már elhangzott, a többség gondolkodik Európában és a világon. Ukrajna honvédő háborút vív. Egy olyan agresszor ellen, aki ma már nem csak a csatatéren veti be a katonai erejét, hanem polgári létesítményeket bombáz, lehetetlenné teszi a polgári lakosság mindennapi életvitelét. És hiába mondja Orbán Viktor a békepártiságot, mindenki békét akar, csak ő másképp gondolja. Orbán Viktor úgy gondolja a békét, hogy ne segítsük Ukrajnát, és majd akkor a hatalmas 17 millió négyzetkilométer kiterjedésű területű Oroszország meg fogja oldani ezt a kérdést. A békepártiak másik fele pedig úgy gondolja, hogy Oroszország vonuljon vissza Ukrajnából, vonja vissza a csapatait, és akkor lehet értelmesen tárgyalni a békéről. Ha a miniszterelnök azt mondja, hogy ő nem szavazta meg a szankciót, akkor egyrészt nyilvánvalóan hazudik, mert megszavazta. Tehát nincs olyan, hogy nem vétó, aki nem vétózik, az megszavazza ezeket a szankciókat. Másrészt, és szerintem ez a szomorúbb abból, amit a miniszterelnök mondta, hogy nem érti. Tehát, hogy nem érti azt, hogy egyébként ezeknek a szankcióknak egy jelentős része, egy legnagyobb része a háborús agresszor viselkedése miatt van, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények miatt, és szankciós politikát mindig alkalmaztak azokkal szemben, akik egyébként, ahogy említetted, polgári lakosokat öltek meg. Bucsa óta tudjuk, hogy Oroszország lényegében emberiesség elleni bűncselekményeket követett el. Civil lakosokat, gyerekeket, nőket, férfiakat megkötözött kézzel belelőtt mindenféle árkokba. A miniszterelnök ezek ellen, az emberek ellen nem akar szankciót. Szóval azt hiszem, hogy akkor még rosszabb a helyzet, mert ha csak azt hazudja, hogy ő nem szavazta meg, de ha nem is ért egyet azzal, hogy az agresszorral szemben, aki embereket öl meg, nem kell fellépni, akkor ez már nem politikai probléma pusztán, hanem emberi probléma is a miniszterelnökkel szemben, akkor úgy is megbukott, mint ember. Egyébként az, amit a kormányfő és a kormányzat is képvisel, tehát hogy a békét kellene keresni, mert hogy most már igazából ugye Oroszország és Amerika között kellene ezt a békét létrehozni, ugye ezt is sokszor elmondják. Ez mennyire tud működőképes lenni? Abban az esetben ugye most erre hivatkozott pont amiatt, hogy ugye odalátogatott az ukrán elnök. Hát ez elég felháborító hozzáállás. Ez egy az egyben az orosz propagandának az átvétele, a legmagasabb szintre emelése és miniszter elnök úr, amikor ezt ismételgeti, akkor nem tesz más, mint a Kreml szóvivőjével szóvivőként viselkedik. Tényleg Magyarországon hosszú évtizedek óta, vagy hosszú évtizedeken keresztül panaszkodtak és panaszkodtunk arra, hogy Jaltában ugye a nyugat azt mondta, hogy jó, hát belenyugszunk abba, hogy az orosz befolyás vezet az valahol Bécsig elérjen, és akkor Magyarország oda kerül. Azt gondoltuk, hogy ez disznóság, hogy a fejünk fölött megállapodtak a mi sorsunkról. 1956-ban, hogy a nyugat nem segített, és hogy milyen disznóság, hogy az amerikaiak nem jöttek ide tankokkal, és nem kockázhatták meg a harmadik világháborút a magyar felkelés kedvéért, és most elvitatjuk Ukrajnától azt a jogot, hogy saját maga döntsön a saját sorsáról. Egyébként azért is ostobaság, mert aki az ukrán történelemmel egy egészen picit is tisztában van, az tudja, hogy az ukránokat nagyon nehéz kívülről befolyásolni. Ők nem az a társaság, akik úgy hajlanak, ahogy kívülről mondják nekik. Vannak ilyen országok a világban, Ukrajna nem az. És erről tudnának mesélni egyébként az oroszok, a törökök és sok mindenki más, a lengyelek is egyébként. Hát mi is fogunk még mesélni sok mindenről, tényleg csak néhány perc türelmet kérek önöktől is, meg a nézőktől is. Folytatjuk ezzel a témával, és természetesen arról is beszélgetünk majd, hogy mindez már, mint a háború hogyan hat majd ki, vagy hatott ki eddig is gázárakra, energiárakra, és mire számíthatunk a jövőben, úgyhogy már is folytatjuk.